Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Viharkárok! Szombat délelőtt akácfa dőlt a Kőbányai út végén. Nemzetiségi délután svábok, szerbek, görögök is lesznek szombat délután a Schmidt házban. Szentendrei rendőrkapitányság. Egy eltűnt fiatalt keresnek a térségben. Hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék érkezett hétfő korra reggel Budapest és Pest megye térsége fölé. A katasztrófa védelem hivatásos és önkéntes egységeit leszakadt faágak eltávolításához és vízzel elöntött pincehelyiségek, garázsok, alagsorok kiszivattyúzásához riasztották rövid idő alatt közel 30 fővárosi és Pest megyei helyszínre. Több riasztás érkezett a katasztrófa védelem ügyeletéről Szentendre város önkéntes tűzoltó egyesületéhez a viharos idő miatt. Általában kidőlt fák miatt kellett beavatkozni, de többi között szombat délelőtt Budakalászon, Kőbányai út végén a játszótér mellett volt szükség az önkéntesek munkájára is. Itt egy akácfa dőlt az útra, ami forgalmi akadályt okozott. Az ezzel kapcsolatos veszélyekre hívta fel a figyelmet Darázs Ágnes, a Pest megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivő helyettese. A viharos időjárással összefüggésben Pest megyében a szombati napon összesen 42 esetben kellett beavatkozniuk a hivatásos, illetve az önkéntes önkormányzati tűzoltóknak. Szentendre területén pincében gyűlt fel csapadékvíz, illetve egy diófa kivágásához kértek segítséget a tűzoltóktól. Budakalászon is fakidőlésekhez riasztották jellemzően a tűzoltókat. A szombati viharról azt lehet elmondani, hogy leginkább ezt az érdő térséget érintette, illetve elszórtan még volt Cegléd, Gödöllő, Veresegyház és Vácverőce térségében is. Innen is jelentettek egy-egy pincében történő vízbefolyást, vagy leszakadt faághoz hívtak segítséget, hogy azt távolítsák el a tűzoltók. Ma hajnalban is ugye vihar csapott le Pest megyére, és hirtelen nagy mennyiségű csapadék zúdult egy-egy térségre. Itt Sziget-Szent Miklós, Értörök, Bálint, Halásztelek, Diósd és Maglód, Budaörs területéről jöttek a jelzések. Úgyhogy itt jelenleg is folyik a munka, majdnem 200-hoz közelítünk már a bejelentések számával kapcsolatban. Úgyhogy azt tudom elmondani, hogy így a hétvégi, illetve a mai vihar ezt a szentendrei térséget úgymond elkerülte, tehát nem célozta be, úgyhogy itt nem volt annyi esemény, mint most az érdi térségben van. Illetve szeretném még elmondani, hogy ugye a nyár folyamán számíthatunk erre a viharos időjárásra. Mindenképpen javasoljuk, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az előrejelzéseit kövessék nyomon, illetve hogyha riasztást adnak ki, és pont a mi térségünkben, akkor figyeljünk arra, hogy esetleg minket is érinthet ez a vihar, illetve nagyobb szél lökések. Ha van a kertünkben esetleg olyan dolog, amit felkaphat könnyen a szél, azt érdemes egy biztonságos helyre vinni, illetve ha pincénk van, alaksorunk, garázsunk, ahol nagyobb értékű tárgyakat tartunk, és azt valahogy föl tudjuk onnan, el tudjuk távolítani, akkor azt is érdemes megtenni, valamint áramtalanítani ezeket a helységeket. Ezzel összefüggésben annyit tudok még elmondani, hogy a talaj ilyenkor, ugye a vízbefolygató képesség, ahogy egyre több csapadék van, az csökken. Tehát így a nagyobb vízkárok elkerülése érdekében nagyon fontos a vízelvezető karbantartása, illetve tisztítása. Ezért szoktuk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a belterületi árkok kitisztításának mennyire nagy a fontossága, illetve jelentősége van. Hiszen ezek a vízelvezető árokrendszerek, ha karban vannak tartva, akkor el tudják hatékonyan vezetni ezt a nagy mennyiségű felgyülemlő vizet, és talán nem folyik be a telkünkre, illetve garázsba, pincékbe ez a csapadékvíz. Tehát ezzel kapcsolatosan védekezni tudunk az ellen, hogy ha ilyen nagy mennyiségű víz zúdulna végig az utcánkon, akkor ne folyjon be a telkünkre.
Nemzetiségi délután tartanak szombaton a svábok, a szerbek és a görögök a Schmidt-házban. A nemzetiségi táncok és együttesek mellett finom falatokat is kóstolhatnak azok, akik betérnek a Budai út 31-be. A budakalászi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében nemzetiségi délután tartanak a Schmidt-házban a hétvégén. Ahogy korábban beszámoltunk róla, regionális kulturális helyszínné válhat az épület, hiszen az állami támogatásnak köszönhetően akár már jövőre átadhatják az új épületet, de addig, amíg nem kezdődik el az építkezés, nem tétlenkednek a svábok. Ebben az udvarban most úgy gondoltuk, hogy egy nagyon nagy sváb udvarról van szó, és mielőtt az átalakítások, az építkezés elkezdődik, addig is gondoltuk, hogy ezt a szép udvarnak a lehetőségét kihasználjuk. És most a jövő héten, 24-i hétvégére terveztünk egy nemzetiségi délutánt. Ennek a nemzetiségi délutánnak tulajdonképpen először úgy kezdődött, hogy csináljunk egy olyat, hogy a budakalászi szerbek és a svábok közösen valamit. Aztán rájöttünk arra, hogy ez van még valaki, a görögök, igaz, hogy ők nem voltak itt még régen Kalászon, de a táncházasok, akik a délszláv táncházakra nagyon szívesen eljárnak, az egyre több, és így gondoltuk, hogy akkor hozunk mellé egy kis görög zenét is, és akkor így lett ez a program, hogy sváb, szerb, görög nemzetiségi délután, amiről azt kell tudni, hogy háromféle zenekarunk lesz. A Rosmarin tánc együttes is fellép, az Alpen Rosa tánccsoport fog egy pár táncot bemutatni, lesz egy görög buzukisunk, a Janis Sokolopoulos, és azon felül egy sváb harmonikás fiú, aki egy budaörsi fiú, aki most Magyarországon az egyik legjobb sváb harmonikás, nagyon gyönyörűen játszik, nagyon jó szép sváb dallamokat harmonikán, és ezen felül még ételekkel, italokkal is várjuk a kedves vendégeket, akik eljönnek. De természetesen a Lustige Schwaben kórus sem maradhat ki a fellépők közül. A Lustige Schwaben kórus természetesen ott van, mert most már mióta a német önkormányzat tánccsoportja bárhová elmegy fellépni, akkor a kórusra is gondolunk, már csak azért is, mert az valahogy egy ilyen nagyon jó kis képet ad a budakalászi svábok életéből. Ők énekelnek, mi pedig, én vagyok a Alper Róza táncegyüttes vezetője, és mi pedig táncolunk német táncokat, és ez ilyen nagyon jól, ez a közös működés, ez nagyon jó. Az egyik legrégebbi kalászi svábház az 1900-as évek elején épült. Számos funkciót ellátott már a több mint 100 esztendő alatt az épület. Kezdetben még nyitott volt, hiszen rendszeresen jártak ide a muraközi lovakkal a fuvarosok. Jelen formájára Schmidt Sebő bácsiék alakították át. Az épület most úgy, hogy tervezés alatt áll az épület, de mint ahogy említettem az udvarban, mi már mindent megpróbáltunk úgy helyre rakni, hogy ez egy olyan helyszín legyen, ahol az embereket megmerjük hívni, és láthatják, hogy ez egy szép udvar. Igaz, hogy még a falak nincsenek bepucolva, meg most kerül majd a tető újraépítésre, de ez is majd hamarosan meg lesz, és bízunk benne, hogy jövő év nyaráig már az emberek, budakalásziak, szeretettel fogadhatjuk ebbe a gyönyörű szép udvarba, ahol lesz majd egy gyönyörű szép sváb kiállítás, ezen felül lesz egy kézműves sváb pékség, ahol az emberek majd az udvarba kiülhetnek, a finomságokat megkóstolhatják. Fogunk gondoskodni arról, hogy a gyerekeknek kézműves foglalkozások lesznek majd rendszeresen, és természetesen a tánccsoportok, ami nagyon fontos, mert az Alpen Rosa táncegyüttes próbái is ott lesznek majd, és ezen felül szeretnénk majd akkor, ha már az ottani próbaterem elkészül, a gyerekekre meg a fiatalokra gondolni, és arra gondoltunk, hogy fogunk egy Alpen Rosa gyerektáncsoportot indítani, és akkor a gyereknek, akiknek van kedvük, jöhetnek hozzánk, és megismerkedhetnek a német táncokkal. Az eseményen mindhárom nemzetiség zászlaja ki lesz tűzve. Díszítésünk például az olyan, hogy a szervek hozzák a zászlókat, a németek, a svábok hozzák az ő zászlójukat, és mindenki kiteszi büszkén a zászlót, ahonnan származik, és ezen felül még próbáltunk, rozmaringot ültettünk, akkor minden, ami egy kicsit a svábokhoz kapcsolódik, hát hogy ez a jellege, a stílusa a kertnek megmaradjon, ezt megpróbáljuk megvalósítani, hogy az emberek tényleg, ha jönnek, akkor hadd csodálkozzanak. A szombati eseményre természetesen nem csak a svábokat, szerbeket és görögöket várják, hanem mindenkit, aki érdeklődik a nemzetiségek kultúrája iránt. A 15 éves Horváth Gábor Bendegúz július 15-én 16 óra körül Tahit udvarfalui otthonából tűnt el, a Szentendrei rendőrkapitányság azóta is keresi. A fiú körülbelül 180 cm magas, vékony testalkatú, rövid, oldalt és hátul felnyírt barna hajú és kék szemű. Eltűnésekor sötétkék farmer rövid nadrágot, fekete alapon lila-fekete kockás sportcipőt viselt, szürke hátizsákot és telefont vitt magával.
A Szentendrei rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható fiút felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével, eltűnésének körülményeivel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, az hívja a Pest megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központját a 061-23-62-89-7-es telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívón. Pozitív, játékos népzenei dallamokat hallhattunk most pénteken a Kóskároly Művelődési Házban. Az esten a Fonogram díjas 5. évszak zenekarnak köszönhetően belecsöppenhettünk a párizsi sanzon világába, de a magyar folkról sem maradhatott el. Az együttes először lépett most színpadra Budakalászon. Pozitív, játékos, népzenei dallamokat hallhattunk most pénteken a Kóskároly Művelődési Házban. Az esten a Fonogram díjas 5. évszak zenekarnak köszönhetően belecsöppenhettünk a párizsi sanzon világába, de a magyar folklór sem maradt el. Az együttes először lépett színpadra Budakalászon. Ritkán lépünk fel a környéken, de nagyon szeretünk ide járni, hiszen van egy klubunk is. Itt kezdtük el kis pályafutásunkat. Lényegében a Duna parton van egy barlang nevű hely, és akkor ott csináltunk klubokat. Tehát ez azt jelenti, hogy minden évszakban csináltunk egy koncertet. És hát majd ez folytatódik, remélhetőleg ősszel is, tehát lényegében ilyen szempontból van egy állandó hely, ami köthető a Dunakanyarhoz. De itt Budakalászon még nem játszottunk, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk. Bizony számukra is szokatlan érzés volt újra a közönség előtt zenélni. Én azt gondolom, hogy mindenkinek fura érzés, szerintem a közönségnek is, és az előadó művészeknek is. Sokszor volt olyan érzésem, hogy a közönség is még kicsit úgy keresi a helyét, ugyanúgy, mint a zenész. De szerintem természetes egy ilyen világhelyzet után. Az alakulásról Isabel Cossanel, a zenekar énekesnője mesélt. Régóta ismerjük egymást a zenekarral, hiszen a szüleink is jóba voltak, tehát ez így természetesen alakult, hogy barátságból indult, és tovább egy zenekara. A zenekar francia és magyar versek fordításait zenésíti meg. Az énekesnő elmondta, mi ihleti őket, és mit foglal magába a repertoárjuk. Általában vagy saját, mit tudom, én meghallok valamit fejembe, vagy nyilván ami így hat rám, és akkor azokat így formába öntjük, vagy népzenéből indulunk ki sokszor, mert nyilván az hat ránk. Csóri Sándor elmondta, milyen hangszereket hallhatunk a koncert alatt, de arra is kitért, hogy mi a kulcsa a jól működő zenekarnak, és a zene szerepéről is szót ejtett. Alapvetően kárpát-medencei használatban lévő hangszereket szeretünk előnybe részesíteni, de hát ezek hangszerek. Tehát ez bárhol a világon, hogyha úgy van egy ember és érez késztetést, akkor meg tud tanulni, akár egy cimbalmon, vagy egy citerán, vagy egy brácsán, vagy egy kontrán. És hát lényegében itt válik az, hogy az ember, amikor zenélünk, akkor van egy ilyen közös akarat, egy közös hullámhoz. Szeretnénk valami jól csinálni. Szeretnénk együtt valami energiát adni. És igazából ez az, amit keresünk mindannyian zenészek, hogyha egyszer belekerültünk egy olyan állapotba, amikor megérezzük azt a biztonságot, azt a szabadságot, amit a zene nyújt, akkor utána rabjává válunk, hogy gyakorlatilag megérezzük azt, hogy azt szeretnénk csinálni. És ez a társaság is többször átérezte ezt. Hát itt lényegében amennyire fiatal, úgymond a zenekar, tehát itt több mint 3 éves a zenekar, de a tagok azok már nagyon régóta űzik a zenét, a zene szeretetéről már sokszor tettek talán bizonyságot. Tehát mindig azt az állapotot keressük, belekerüljünk. És igazából ez a fontos, nem is az, hogy milyen hangszer, nem is az, hogy mikor alakultunk, nem is az, hogy milyen terveink vannak, hanem hogyha ezt az állapotot meg tudjuk hosszú távon tartani, akkor érdemes zenekarként működni. Ha meg nem, akkor mindenki csak a saját kis útját csinálja. És hát a zenekar olyan, mint egy párkapcsolat, tehát majdnem egy második család.
mert itt ugyanúgy kell, vannak traumák, ugyanúgy vannak élethelyzetek, amikre együtt reagálunk, és együtt éljük meg. Alapjában mivel ez ettől zenekar, az, hogy számíthatunk egymásra olyan akkor, amikor az egyik gyengébb állapotban van, merítkezhetünk a másikban, amikor erős állapotban van, segítjük egymást. Lényegében erről szól egy zenekar, és onnantól kezdve, hogyha ez működik, akkor könnyebb egy olyan zenei nyelvet találni, amivel ki tudják fejezni azt, hogy ők mit képzelnek a zenéről. Megtudtuk azt is, hogy mi a céljuk a zenéjükkel, mit szeretnének átadni a hallgatóiknak. Ha valakiben elindítunk érzést, akkor már megérte. Tehát, hogyha véletlen negatív érzés, akkor is legalább valamilyen érzést elindítunk. Ez egy célja a zenének, hogy érzéseket indítson el. Az 5. évszak aktív alkotói folyamatát éli. Nem olyan régen mutatták be az új Nagy Fekete Éj című videoklipjüket. A zenekar Facebook oldalán figyelemmel kísérhetik a velük kapcsolatos híreket. Végül a várható időjárásról. 2-től kevesebb csapadék várható, ezen a napon sok napsütés mellett már csak elszórtan a Dunától keletre, többségében északon, északkeleten alakulhat ki zápor és zivatar. Az északi, északnyugati szél élénk és erős lesz, délután 24 és 31 fok között mérhetünk majd. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink, röviden. Több riasztás érkezett a katasztrófa védelem ügyeletéről Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületéhez a viharos idő miatt. Szombat délelőtt Budakalászon, Kőbányai út végén a játszótér mellett volt szükség az önkéntesek munkájára. Itt egy akácfa dőlt az útra, ami forgalmi akadályt okozott. Nemzetiségi délutánt tartanak szombaton a svábok, a szerbek és a görögök a Schmidt-házban. A 15 éves Horváth Gábor Bendegúz július 15-én 16 óra körül Tahitót falui otthonából tűnt el, a Szentendrei rendőrkapitányság azóta is keresi. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, de maradjanak továbbra is itt a TV Budakalászon, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazin műsorunk, ahol Szilágyi Csilla képzőművésszel láthatnak egy nagyszerű beszélgetést. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tv-budakalászon. De ne feledjék, a közösségi oldalakon is megtalálnak bennünket, kövessenek minket ott is. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!